Akkor nézzünk egy-két utasítást. Tehát egyszer az összes utasítást azt megtalálod itt az elméletek, alapismeretek címszó alatt a HTML tegek PDF állományban. Itt van például a már használt body, a dokumentum teste. Hoppá, linkeket helyeztem el rá, amelyik a V3 School weboldalára mutatnak, így angol nyelven bővebb információkat kapsz az egyes részekről. Mi van még, amivel találkoztunk? Hát olyan nagyon sok nincsen, mert ugye az alapstruktúrából csak azokat raktam ki utasításba ide, amelyeknek a módosítására, használatára az ECDL-ben szükség van. Tehát ez nem egy teljes referencia, a teljes referenciát tényleg a V3 Schools weboldalán találhatod, az összes HTML teggel van belőle jó néhány, mint látod, illetve megtalálhatod ez a teljes HTML referencia, tehát gyakorlatilag tutoriáloktól elkezdve példaprogramokon keresztül mindenféle dolgokat megtalálhatsz itt a V3 School weboldalán. Na, nézzünk meg egy feladatot most már. Hogy tudj gyakorolni. Itt az első feladat, HTML tegek. Az első feladat úgy szól, hogy töltsd le ezt az élet.txt állományt, tehát jobb egérgomb, linkmentése másként. Itt a dokumentumok mappa, itt a webszerkesztés mappa, rám hallgatsz hozzá, teszel róla, hogy legyen egy külön könyvtára, én adok neki egy feladat, egy nevet. Ebbe belépve mentem el az élet.txt-t. Ezt az élet.txt-t ezek után, mivel TXT állomány, megjelenítem mappában, ide kattintottam megjelenítés mappában, és azért, hogy dolgozni tudjunk vele, illetve meg tudjuk jeleníteni egy böngésző programba, azon úgy, ahogy az előbb, már is nevezzük át a kiterjesztését HTML-re, szól, hogy használhatatlanná válhat, de mi tudjuk, mit csinálunk, tehát gond nélkül átnevezhetjük. Ugyanaz történik, mint ami az előbb a rövid alapstruktúra bemutatóba. Ha duplán rákattintok, elindul az alapértelmezett böngésző programom, megmutatja a tartalmát, látjátok, nincs titül, mert a fáj nevét jeleníti meg akkor a böngésző, illetve van benne egy adat szöveg, ha megnézzük a forrását, akkor egyetlen HTML utasítás, semmi nincs benne az ég egy adta világon. És így néz ki ez az élet HTML. De ezt ugye mi szerkeszteni akarjuk, tehát jobb egérgomb, társítás, és már itt van a jegyzettömb, hogy láthassuk, mi is van igazából az adott feladatban. Na, nézzük akkor, hogy mit kér a feladat. Azt mondja, hogy HTML-ok beírásával élj el, hogy az élet a tengerben szöveg az oldal megjelenítésekor a böngésző cím sorában jelenjen meg, több részből áll. Tehát mit is történt? Azt mondja, hogy kell nekünk egy titl. Akkor kell az alapstruktúra is. Gyorsan gépeljük be, méghozzá a megfelelő sorrendben. Hát én az esetek nagy részében megpróbálok másolni. Ctrl-C, Ctrl-V mindig nagyon jól működik, és jó hasznát vesszük. Ugye kell a head az alapstruktúrához. Hát úgy látom, hogy a Ctrl-C, Ctrl-V helyett ebben az esetben jobban járok a gépeléssel. Tehát kacsacsőr per titl. Lehet, hogy itt most jobban jártam volna, mert a beszűket nem ismerem.
kisbetű, nagybetű nem számít, még egyszer mondom, és ez pedig azért, hogy a későbbiekben dolgozni tudjunk, ez az, aminek meg kell jelennie a böngészőben, mint tartalom. Tehát per, body. Megvan az alapstruktúra, akkor hogy is szól a feladat? Azt mondja, hogy az élet a tengerben szöveget kellene a böngésző cím sorában. Tehát ide beírom, élet a tengerben. Ctrl S, elmentem minden egyes esetben, file menü mentés másként, és utána visszamegyek ide a böngészőbe, és ráfrissítek a megnyitott dokumentumra, és látod, már is ott van, hogy élet a tengerben, tehát megvan a cím. Nézzük tovább a feladatot. Ezt ki kéne tennem egy külön oldalra. Az oldal háttérszínét kékre, és az oldalon az összes szöveg betűszínét fehérre állítsa. Ho-ho! A body, ez egy utasítás. Az utasításnak vannak tulajdonságai. A tulajdonság az mindig szó közzel elválasztva az előző tulajdonságtól, vagy az utasítástól történik. Most jelen pillanatban a body világosan látszik, hogy fehér színnel van a háttérszíne, és fekete a betűszín, az alapértelmezett betűszín. Ezek az alapértelmezett tulajdonságok. Ha én ezt meg akarom változtatni, tehát azt mondom, hogy BG color, a feladat, az első feladat leírásában ez szépen szerepel itt, tehát itt van, hogy BG color egyenlő red. Ez azt fogja számára mondani, hogy a háttérszín BG, mint background, color, mint szín, legyen vörös. Ért angolul is. Nézzük meg, hogyha elmentem, és alt-tabban lépegetek egyébként, frissítek, hopp, már is vörös, illetve hát egy ilyen élénk piros lett a háttérszínem. Hogy is szól a feladat pontosan? Kékre kell állítanom, tehát visszamegyek, és azt mondom, hogy legyél blue. Ctrl S, frissítés, már is kék. A következő rész. Az összes szöveg betűszínét fehérre állítsa. Másik tulajdonság, text. Tehát text. Idézőjel, fehér. Angolul, white. Nézzétek meg. Elmentem, frissítek, és fehér a betűszín. Hogyan néz ki ez akkor? Tehát az oldal, így szólt a feladat, háttérszínét kékre, a szövegszínét, megint csak az oldal szövegszínét fehérre állítjuk. Ez egy úgynevezett utasítás, HTML utasítás a leíró nyelvben. Az utasítás kezdete, vége, az utasítás azonosítója, neve, mire vonatkozik, és az egyes tulajdonságok, amelyeket meg akarunk változtatni, a tulajdonság azonosítója, legyen az új tartalma értéke, ez idézőjel 2, az új érték, és kész. Mielőtt tovább lépnénk, hagyj mutassam meg, hogy hogy is néz ki igazából. Nem mutatom meg, majd egy másik videóban. Ctrl S.